Orbán Viktor addig gyengítette a forintot, hogy a multik kedvébe járjon, addig halmozta az államadósságot, és addig járatta csúcsra a kormányzati korrupciót, hogy mára elvesztette az irányítást a forint és az infláció felett, állítja a DK. Varjú Lászlóval beszélgetünk. A DK alelnökével jó estét kívánok, köszöntöm. Azt mondja a DK, hogy a forint történelmi gyengeségének három egyértelmű oka van, de egyik sem a három közül a háború. Mindjárt megnézzük az okokat, amit önök mondanak, de azt komolyan gondolják, hogy a háborúnak semmi köze nincs ahhoz, hogy ma 417 volt egy euró? Én nem fogalmaznék úgy, hogy semmi köze nincs hozzá, de hogyha elemezzük a történetet, akkor például az infláció növekedése az nem most indult el, hanem 2019-ben még a Covid-válság előtt volt egy jelentős inflációs indulás, illetve emelkedés. Másik oldalról pedig, ha megnézzük, például ami a mai infláció számításból kimarad, miközben a Magyar Nemzeti Bank is azt mondja, hogy az éves infláció 13%-ot is majdnem elérheti, ebben nincs benne az energia ár növekedése. Miközben a benzinástopp az nem a háború alatt, hanem a november közepén indult el. Semmi köze nem volt a háborúhoz. Tehát mindaz, ami történt, és amikor a kormány fogalmaz és minősíti, hogy ez milyen infláció, akkor én azt mondom, hogy ez orbáni infláció, ők okozták ezt az eredményt. Most az inflációról beszél, de a forintra térjünk rá, a forint gyengeségének. Azt mondja, három oka van, akkor mi önök szerint az a három oka, ami okozza a forint zuhanását? Egészen biztos, hogy a kormánynak az a tevékenysége, amivel mondhatnám úgy is, hogy a múlt évben a szakadék szélére vitte az országot. Ez gyakorlatilag a tehetetlen és lehetetlen Covid-válság következtében kialakult, vagy a járvány következtében kialakult válság eredményeként. Majd ezt követően lépett még egyet a kormány a szakadék széléről, és a hatalom megszerzése, megőrzése érdekében olyan döntéseket hozott, ami lényegében ellehetetlenített mindent. És így olyan államadósság alakult ki, és ezt halmozta fel. Csak egyetlen számot mondok, 2010-ben 21 ezer milliárd forint volt az államadósság, most 43 ezer milliárd forint. És emellé oda kell tennünk, hogy az elmúlt évek alatt ez a kormány mérhetetlen mennyiségű pénzt költött el, olyanra, amit egyébként jelentős részben nem lett volna szabad, 50 milliárd eurót, úgy, hogy egyébként ezért megharagudtak rájuk Brüsszelben. Nem szeretik halottnak. Igen, három dolgot mondott, a Covid-válságot, a kampányt most leegyszerűsítve, illetve hát azt, hogy nem jól költötték el, mondjuk így, igen, én így mondom, az uniós pénzeket. Ön meg azt mondta, hogy ellopták. Az uniós pénzekről való megállapodást azt nem említette, de sok közgazdász azt mondja, hogy tulajdonképpen az okozza a forint gyengeséget, mert óriási bizonytalanság van ezzel kapcsolatban. Szerintem nem azért, mert nincs megállapodás, hanem annak következménye az, hogy egyébként nem bíznak a magyar kormányban. Ahogy az előbb említettem, a szakadék széléről egyel tovább lépett Orbán Viktor, mert azt remélte, hogy pénzügyi mentővet dob valaki utána. A Magyar Nemzeti Bank ma már nincs ebben a helyzetben, a múlt évben megcsinálták. Sok ezer milliárd forintot öntöttek bele a gazdaságba. Ha nincs ebben a helyzetben, most ki tudna lépni? Ki tud lépni? Ugye a Nemzeti Bank reagált, lépett. Ezzel. Szerintem két megoldás van. Az egyik az, hogy az Európai Unióval létrejön a megállapodás, de ehhez a magyar kormánynak feltételeket kell vállalni. Orbán Viktor ilyen feltételeket... Ezt vállalják, nem Rázsis Tibor elmondta tegnap, hogy kompromisszumokra kész a kormány. Ugye egyik oldalról nincs ilyen megállapodás, hiszük, hogyha látjuk. Másik oldalról pedig kormányváltás, illetve inkább úgy mondom, miniszterelnök csere kell, olyan, aki egyébként képes arra, hogy olyan megállapodást kössön az Európai Unióval, amely alkalmas arra, hogy bebizonyítja, hogy nem lopják el a pénzt. A választások azok még odébb vannak, úgyhogy ez nem választás kormányváltás, kérdése. Kormány, hát a miniszterelnök váltás lehet, hogy nem, de az komolyan gondolja, hogy a miniszterelnököt leváltják, amikor most váltották le, vagy most választották meg egy olyan eredménnyel, amilyet 2010 óta nem ért el a Fidesz, a legjobb eredménnyel. Nézze, a magyar gazdaságot olyan helyzetbe hozta Orbán Viktor, és vele együtt Matolcsi György, és a harmadik szereplő pedig Varga Mihály. Akik ezt a gazdasági helyzetet előidézték, és ismerjük el, hogy ebben a nemzetközi helyzet is
mindenképpen részben benne van, de az, hogy azt nem tudják kezelni, annak elsősorban az az oka, hogy olyan költekezést végeztek, hogy nem maradt semmi erőforrásuk, amivel ma tudnának operálni. De akkor mondjuk egy olyan szakértői kormányt javasolja, mert Gyurcsány kormány után jött? Nem zavar, én nem javaslok semmit sem. Én az emberek oldaláról közelítem meg a dolgot. Igenis, arra van szükség, hogy az embereknek segítsenek, és ne költekezzenek. Nézze, ma benyújtottak egy olyan törvényt, illetve olyan módosító javaslatot a költségvetéshez, hogy a kormány 35 milliárd forintot takarítson meg, és a különböző szervezetei fizessenek be ennyit a költségvetésbe. Azzal indokolják, hogy kevés a pénz. Ehhez képest ugyanezen alkalomból benyújtottak egy másik törvényjavaslatot, amely arról szól, hogy a nemzeti konzultáció és egyébként a kormányzati kommunikáció és még több, akár még a titkosszolgálatokat is összeadom, 35 milliárd forintos többletet kapjon ebben a költségvetésben. Ebben a helyzetben. De hogyha ilyen erről beszélünk, akkor még egy dolog megtörténhetne. Ezt a költségvetést, ami most előttünk van, ezt ki lehetne dobni az ablakon. Tudja, kinek van erre a lehetősége? A költségvetési tanácsnak. A költségvetési tanács vezetője, annak tagja az állami számvőszék elnöke, és tagja a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Most a 2023-as költségvetésről beszél, a legtöbb közgazdász azt mondja, hogy nem is volt értelme most elfogadni, akkor most minek kidobni az ablakon, ezt mert nem el, tudják, ezt mondtam el a parlamentben a vezérszónak. Vagy 23 végén mi lesz. Na más, de maradunk a pénzügyeknél, azt mondják, hogy a nyugdíjkorrekció most nem elég, minden nyugdíjas kapjon 100 ezer forintot. Miért minden nyugdíjas kapjon 100 ezer forintot, miért kapjon 100 ezer forintot az a nyugdíjas, akinek milliós nyugdíja van? A demokratikus koalíció erre a helyzetre, ahogy az előbb említettem is, elsősorban az emberek oldaláról közelíti meg, hogy akik nehéz helyzetbe kerültek Orbán Viktor megszorító intézkedései miatt, őket kell segíteni. Nem feltétlenül, nem minden nyugdíjas, a kis nyugdíjasoknak kell ezt a lehetőséget biztosítani. Mert minden nyugdíjast mondtak. Én, akkor nem minden nyugdíjas. Én azt gondolom, hogy a nyugdíjasokat, és hogyha ilyen szempontból segíthetek valamit, akkor egyébként az egyedülállókat. És hogyha pontosan idézzük a mi inflációs csomagunkat, amelyben benne vannak a családok is, hiszen ők gyermekes családok, akiket ez nagyon érint, ráadásul szükség lenne arra, hogy a megnövekedett és éppen kivezetés alatt álló benzinár növekedés következtében elő kell készíteni azt a bérletet, amely lehetőséget ad arra, hogy az emberek tömegközlekedéshez bármelyikkel tudjanak mozogni. Kivezetés alatt áll, ezt mondta, ebben majd mindjárt belekapaszkodom, és beszéljünk erről is, de azt mondja a Fidesz erre, hogy 100 000 forintot a nyugdíjasoknak, hogy hát ellenzékből egyrészt könnyű ezt mondani, tehát amikor Gyurcsány alatt volt válság, nem, hogy nem adtak 100 000 forintot, de elvették a 13. havi nyugdíjat, amit most a Fidesz odaadott. Ezzel, ha a parlamentben el kell viselnem azt, hogy a kormánypárti képviselők arra hivatkoznak, hogy mi történt 15 évvel ezelőtt, akkor mi ne essünk abba a hibába, hogy ugyanezt tesszük. Szóval, hogy én ne essek ugyanabba a hibába? Inkább így mondom. Azért én csak megkérdezem, hogy ez nem jogosan mondja ezt a Fidesz, hogy ellenzékből könnyű ezt abszolút mondani? Abszolút nem mondja jogosan, mert én azt gondolom, hogy az emberek érdekében igenis fel kell lépni. És azok az emberek, akiknek, annak a nyugdíjasnak, akinek a 100 000 forintos nyugdíja, és ugye több mint 1 millió ember van ilyen, nyugdíja csak januártól már csak 90 ezer forintot ér, amiatt, mert az árfolyam és az infláció ezt okozza, akkor őnekik ne magyarázzák azt, hogy egyébként milyen okok vannak, amit egyébként ők követtek el. Ne plakátokra költsenek, hanem ezeknek az embereknek adjanak 100 ezer forintot, hogy túl tudjanak élni. Hiszen különben egy dologban van választásuk. Gyógyszert vesznek, vagy kenyeret. Más nincs. Azt mondja, a kivezetés alatt álló benzinár stoppot. Jó a benzinár stop, vagy nem jó? Én még egyszer azt mondom, eddig is ezt mondtam, mert az emberek érdekében ezt meg kell tartani. Mindaddig, amíg a kormány nem képes normális gazdaságpolitikát csinálni, addig az embereknek segíteni kell abban, hogy tudjanak munkába járni. És ennek nagy része pedig erről szól. Akkor miért nem szavazta meg a DK benzinástoppot? Mert hogy egyébként nem ezt kellett volna csinálni. A jövedéki adót kellett volna csökkenteni. Most mondta az előbb, hogy jó a benzinástopp, még egyszer és hogy mondom, kell a benzinástopp. Azért, mert a kormány így döntött. És ha elindult ezen az úton november óta, akkor egyébként az embereknek ezt kell segítségként meg kell tartani. Az egy másik része a dolognak, hogy akkor, amikor erről döntöttek, akkor abban a 4 pontos inflációs csomagban, amelyből már említettük a nyugdíjat, a bérletet, ott van
az a jövedéki adó csökkentés, ami egyébként erre megoldás lett volna az embereknek. Tehát most már tartanák, csak eredetileg nem vezették. Én most tartom is. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget.